10 kiváló tanárt és edzőt díjazott Amor Románia és a Közösségért Alapítványa 13. alkalommal megrendezett mentorgálán. Az ünnepélyes pillanatra április 26-án került sor Temesváron, Európa kulturális fővárosában, az új ezredév református központban. 10 olyan tanár és edző kapott elismerést, akik az iskolai tananyagon kívül más is át tudtak akadni a diákoknak, motiválni tudták őket, esetleg munkájuk az egész közösségre kihatott. Az új ezredévben nem egy átlagos díjkiosztást láthatott a közönség, mert a 10 kiváló pedagógus megható, szeretetteljes története sokszor könnyeket csalt ki a szemekből. Honnan jött ennek a díjazásnak az ötlete? Hát a MOL csoport társadalmi felelősség vállalásában mindig kereste azokat a lehetőségeket, amelyek egyediek, és egy kicsit megkülönböztetik a társaságot mindenki mástól, és így jöttek az olyan szempontok képbe, hogy hogyan lehet azt díjazni, hogy a legkevésbé észrevett emberek, akik ugyanakkor nagyon sokat tesznek a közösségért, azok is legyenek ismerve, méghozzá azokért a teljesítményekért, amelyek viszont mérhetőek. Tehát itt mérhető teljesítmények vannak. Az elmúlt 13 év folyamán mindig, minden évben nagyon szigorúan megvitattuk, megszelektáltuk azokat, akik ténylegesen méltóak erre a díjra. Nagyon különböző emberek kerültek díjazásra, de azt gondoljuk, hogy a manapság a tanári és általában az oktatói tevékenység talán egy kicsit nincs kellőképpen elismerve, és ezt akartuk mi inkább egy kicsikét a fókuszba emelni, és a magunk módján elismerni. Milyen kritériumok alapján választják ki, hogy melyet tanárok kapják a díjakat? Hát ez nagyon nehéz feladat mindig, mert mi amikor tulajdonképpen a jelöléseket látjuk, ami papír, szövegeket olvasunk, és a szövegekből kell az embert meglátnunk a szövegek mögött, és hát igyekszünk azokat a tanárokat, azokat az edzőket meglátni, akik nem csak jó eredményeket tudnak kihozni a tanítványaikból, hanem akik egy életpéldát is tudnak adni számukra, akik tényleg példaképek lehetnek, mentorok lehetnek számukra, nem csak abban a sportban, nem csak abban a tantárgyban, amit tanítanak, hanem az életvitelükben is. Bárki ajánlhat egy tanárt vagy edzőt, csupán adatokra és egy jó jellemzésre van szükség. A 10 díjazottat a Közösségért Alapítvány kuratóriuma választotta ki a beküldött 238 jelölésből. A díjakat a Közösségért Alapítvány ítéli oda, és én azt gondolom, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy ennek az alapítványnak ez a neve, hanem ebben a díjban is pontosan egy közösségnek az értékelése, egy közösségnek a megbecsülése ölt testet. Hiszen ez egy olyan díj, amely onnan indul, a javaslat ott születik meg az az iratcsomó, azok a vélemények ott gyűlnek össze, amelyek a kuratórium kezébe kerülnek, ahol a pedagógusok a munkájukat végzik. Tehát abból a közösségből indul, és én éppen ezért azt gondolom, hogy valahol annak a közösségnek a díjazását is jelenti, ezért különösen fontos számomra. Hány éve is tanít? 36. Sokat változott-e a diáksága, mióta elkezdett, illetve ennek vannak-e kihívásai? Tehát ön számára is kell-e naponta, vagy nem tudom, évente tanulni, hogy ki is az új generációk, akik a padba ülnek? Azt gondolom, hogy tanárnak lenni azért is kiváltság, mert életünk végéig tanulnunk kell. Tehát egy lehetőség arra, hogy frissek maradjunk, egy lehetőség arra, hogy napról napra úgy érezzük, hogy valami olyasmit hozzátettünk a tudásunkhoz, ami addig nem volt, és kiváltság másrészt azért, mert gyerekek közt lehetünk. Ami nyilván, hogy egy hatalmas ajándék,
azért lesz pedagógus valaki, mert gyerekekkel akar foglalkozni, gyerekek között akar lenni, és ugyanakkor pedig egy hatalmas kihívás. És ez alatt a 36 év alatt nyilván, hogy nagyon sokat változtak a gyerekek. Én azt gondolom, hogy van valami bennük, ami nem változik. Tehát a gyerek az nyitott lélekkel fordul a világ felé. Nyitott lélekkel képes befogadni azt, ami a világ felől úgy éri, hogy valódi szenvedéllyel, valódi hittel, valódi érdeklődéssel szólal meg. És én úgy érzem, hogy ez a mondjuk 86-ban tanított diákjaimban és a mai gyerekekben azonos. Az, ami változik, az jön persze társadalomból, de a lényeg az marad. Életem egyik legnagyobb eseménye, hogy itt lehettek Temesváron ezen a szép napon, és egy ilyen kitüntetést kapok 40 éves pályafutásom során. Csodálatos érzés. Hát öröm és könnyű. Láttuk a kisfilmben, hogy nagyon sok iskolán kívüli tevékenységet szervez. Ez fontos, hogy ezekkel is megfogja a diákságot? Hát igen, a kisvárosunkban, Szilágycsebben nagyon sok diák jön a színjátszásra is, és a röplabdára is. Sokszor a sportcsarnokban délután 20-25 diák is eljön, és ott szoktunk sportolni. Mozognak, ott hagyják a telefonokat, ott hagyják a laptopokat, és ott vannak velem, és sportolnak. Ez örömmel tölt el engem. Amúgy a színjátszás hogyan jött az ön karrierébe, vagy az ön látókörébe? A színjátszás a Szatmár Németibe, édesanyám vitte legelőször színházba még kicsi óvodáskoromban, és lassan-lassan hozzászoktam Szatmár Németibe, majd az egyetemen Kolozsváron, a Magyar Állami Színháznál az egyetem mellett volt, és ott tovább folytattam a színház szeretetemet, és aztán az iskolában már csak egy véletlennek köszönhető, hogy színház rendező lettem. Hogyan látja a pedagógusi pályának melyek a legszebb kihívásai? Az, amikor egy gyengébb gyermeket sikerül rávezetni arra, hogy szeressen egy tantárgyat. Mert a jó gyerek az könnyebben megszereti, a gyenge nehezebben. Elmondanék egy példát, egy cigány gyerek tanítványom volt, és miután tanítottam, vagy 10 évvel, találkoztam vele az úton, és azt mondja, hogy csókolom tanárnő, adok a tanárnőnek gombát. És mondom, hogy hát Karcsi, mi járunk az erdőre, nem kérek gombát. De a tanárnőtől én nem kérek pénzt, a tanárnő olyan jó volt velem, ingyen akarom adni. Na hát mondom, hogy ha egy ilyen gyerek, aki 3 évvel már idősebb volt a többinél, annyit ismételt, de mikor hozzám került 6., többet nem ismételt, mert átment minden évbe. Mert érezte, hogy figyelmemet ráterelem, hogy én őt is úgy szeretem, mint az összes gyermeket. Amúgy nehéz volt magyar közösségben egy román nyelvet tanítani? Hát nem könnyű. Ott, ahol egyáltalán a gyerekek vagy románul nem beszélnek. Nincs, ahol halljon egy román szót, mert Gergyóban nincsenek. S ha van egy román, van, azt tud magyarul. Tehát nem beszélnek románul. És az, hogy őket 8. osztályig megtanítani úgy, hogy egyformán tudjanak versenyezni a román 8-osokkal, ahhoz rengeteg munka kell. Hozzáállás, szigorúság, következetesség, ezek mindig jelen kell legyenek, és akkor meg lehet tanítani. De sokkal nehezebb, mint bármely tantárgyat tanítani magyar környezetben románt. A rendezvényen meghirdették a Mentordíj 14. kiadását is. December 31-éig egyénileg vagy csoportosan lehet jelölni a Mentordíjra olyan tanárt vagy edzőt, akinek jelentős szerepe volt tanítványai életében és fejlődésében. A díjazottak teljes listáját, valamint a jellemzésüket a pentrucommunitate.ro oldalon lehet megtekinteni.